Újabban falvakra is kiszállnak a háromszéki demokrácia központok munkatársai, és segítenek összeállítani a magyar állampolgárság igényléséhez szükséges iratcsomót, ezáltal sok olyan idős ember visszahonosítása oldódik meg, aki eddig tétovázott elindítani a kérelmezést, mert nehezebben igazodott el a hivatalokban. Hát nem csak most akartunk, hanem már régettől fogva úgy akartuk, hogy elmenjünk Csiklerre, csak nem került rá a sor. Az ilyen falvi Farkas Lászlóéknak nem kell többé a megyeközpontba utazniuk a könnyített honosítással kapcsolatos ügyintézésért. A Sepsiszentgyörgyi Demokrácia Központ fiatal munkatársai ezután falvakon is segítenek összeállítani az iratcsomót. A dossziékhoz csatolandó fényképek elkészítésére fotóst is visznek magukkal, és megoldják az okiratok fordítását is. Most megadatott, ugye, hogy itt jöttek ezek a fiatalok Szentkirályba, és nem kellett sokat járni, hát itt hájba megoldódott minden. Úgyhogy egy könnyűszerrel el lehetett intézni. Az ifjak délután szabad idejükben segítenek a vidékieknek. Fiatal falusi értelmiségiekkel és a lelkészekkel közösen szórólapokkal, plakátokkal, újsághirdetésekkel, tájékoztató gyűlésekkel hívják fel akciójukra a figyelmet. Találkozóikat főként lelkészi hivatalokban, kultúrotthonokban, ilyen falván pedig az állatgyógyszertárban tartják. Az érdeklődés az fokozatosan nő. Tehát az elején kevesebben bátorkodtak, aztán mutatom, hogy egymást bátorítottak, és akkor úgy hétről hétre jöttek újabb és újabb személyek. Véleményem szerint körülbelül eddig olyan 50 személy jöhetett. Az érdeklődők között vannak fiatalok is, idősek is, talán inkább idősek. Ők most bátorodtak fel, korábban attól is tartottak, hogy a magyar állampolgárság elnyerésével elveszíthetik a földjeiket, házukat, vagy a román állam által folyósított nyugdíjukat. Tehát leggyakrabban az a problémával állunk szemben, hogy nehezen tudják beszerezni a papírokat, viszont ebbe tudunk nekik segíteni a lelkészekkel közösen, ők ki tudnak állítani születési anyakönyvi kivonatokat, lelkészi pecsétel, amit szintén elfogadnak. Ugyancsak félnek is sok idős ember az állampolgárság megszerzésétől, de miután bejöttek egyszer ide hozzánk, akkor már nem. A magyar állampolgárságnak az idősek esetében főleg szimbolikus jelentősége van. Hát a magyar állampolgárság egyszer az itt is kell, mert mit tudom, hogy annak idején nagyapám Doberdónál volt, akkor édesapám az Ajtózi szorosnál, nagybátyám ott halt meg Magyarországon, nem is tudom elmondani. Ez magyarnak születünk, azok voltunk idáig, és most is erekké annak voltuk magunkat, és hogy legyünk valójában hivatalosan is elismerve az egész család. Ugye? Tehát azért kérjük, hogy legyünk valódik. Nem értékből valami anyagi dolog itt. Az egy éve megalakult háromszéki demokrácia központok sikeres évet zártak. Idén még nőtt is a kedvezményes honosítás iránt érdeklődők száma, naponta 100-an is megfordulnak a Sepsiszentgyörgyi irodában. Ez azt jelenti, hogy tavaly kb. 6000 sepsiszentgyörgyi igényelt a magyar állampolgárságot, ez kb. 15% a város magyar lakosságának, nagyjából ennyit is bírt meg a rendszer, tehát ennyivel bírtunk foglalkozni, megyeszinten pedig 10000-en igényelték az állampolgárságot. Háromszéken 4 demokrácia központ várja az érdeklődőket, segítségükkel csak nem 7000-en tették már le a magyar állampolgársági esélyt.